Konkrét feladatokat hozott az atomerőmű bővítéssel kapcsolatos évelei bejelentés 2014-ben a Paksi Ipari Park Kft. Számára. Az elmúlt hónapokban elkészült az a gazdaság és városfejlesztési koncepció, mely meghatározza, hogy milyen feladatok várnak Paksra a projekt indulásával. A fejlesztésekre jelentős forrásokat biztosíthat a 2014-2020-as időszakra megnyíló Európai Uniós pályázati lehetőség, melynek keretében a megyei önkormányzaton és a területfejlesztési alapon keresztül 30-32 milliárd forint juthat a térségbe. Mindenki próbáljon meggondolkodni már most azon, hogy milyen projektben gondolkodik, milyen projektet szeretne megvalósítani, mi az, amiben a jelenlegi vállalkozását fejleszteni, esetleg gépeket, eszközöket lecserélne, vagy újakat vásárolna, vagy telephelybővítésben, vagy új építésében gondolkodik, hiszen ezeket most kell előkészíteni ahhoz, hogy a második fél évben nagyon gyorsan kész pályázatok születhessenek. Az erőműbővítéshez is kapcsolódó tervezett területfejlesztéseket és szolgáltatás bővítéseket minél nagyobb hányadában ezeknek a támogatási pénzeknek a felhasználásával kívánja megvalósítani az ipari park is, tájékoztatott a cégvezető. Most már azt gondolom, hogy akkora forgalom és olyan betelepültség van az ipari park nagy részén, hogy például fölmerülhet parkolóknak a kialakítása, fölmerülhet például járdáknak a kialakítása. Én nagyon szeretném, hogyha kulturált buszmegállókat tudnánk az ide kiérkező dolgozóknak biztosítani. Ezek egy olyan csoportot képeznek, amik azt gondolom, hogy egy kicsit kulturáltabbá, illetve európaibbá teszi a mi ipari parkunkat, bár azt gondolom, most sem szégyenkezhetünk, de említhetném itt például a kamerarendszernek a kiépítését is. A második halmaz az pedig azt gondolom, hogy a jövőre tekint. Itt további területeknek a kialakítása már meglévő területünkből, de infrastruktúrával kell felvértezni, utat építeni, vonalas közműveket kell kiépíteni, megtervezni, megpályázni és kiépíteni. A területbővítés egy újabb lépcsőben újabb terület vásárlását jelentheti, ahol további ipari ingatlanok alakíthatók ki. Hogy a két terv közül melyik, mikor, milyen ütemben valósul meg, az egyrészt függ a pályázati forrásoktól, másrészt az atomerőmű bővítési projekt előrehaladásától, tudtuk meg dr. Struhár Sándortól.